1956 emléke. Városszerte az október 23-ai hősök előtt tisztelegtek. Tanárképzés, ösztöndíjat és laptopot is kapnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói. Új buszok, nagymértékben fiatalodott a Szabolcs megyei flotta. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Pénteken az 1956-os októberi eseményekre emlékeztek és tisztelegtek a hősök, mártírok előtt a Nyíregyházi Önkormányzat tisztségviselői, intézmények munkatársai és nyíregyházi diákok. Hagyományosan körbejárták az 56-os nyíregyházi események helyszíneit, ahol emléktábla vagy emlékmű áll, és a 65. évfordulón is arra figyelmeztették az utókort, hogy soha máskor ne engedjen a zsarnokságnak. Hol zsarnokságban? Hogy zsarnokságban, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, hogy zsarnokságban. A magyar történelem legfényesebb 20 napjaként szokták emlegetni az 1956-os októberi eseményeket. Bár a forradalom híre Nyíregyházára csak október 26-án jutott el, de Szilágyi László és Tomaszowski András azonnal a forradalmi tömeg élére állt. Megszervezték a nemzetőrséget, vigyázták a rendet, és tartották a kapcsolatot a budapesti vezetőkkel. Az egykori ávó épületén elhelyezett emléktáblánál kezdődött ebben az esztendőben is a főhajtás, a koszorúzás az apácai iskola diákjainak jelenlétében. A fűsége örök példa lehet számunkra, hiszen életét két mondattal megmenthette volna a bíróságon. A néhai miniszterelnökre emlékeztek aztán a Kodály iskola diákjaival az 1989-ben, ugyan megkésve, de méltó módon elbúcsúztatott és újra temetett Nagy Imre domborművénél. A reménytelen harc november 11-ig tartott. A forradalom és a szabadságharc leverése után, és az azt követő három évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban való részvételéért. Több mint 21 ezer személyt börtönöztek be, 16-18 ezer főt internáltak. Körülbelül 200 ezer ember hagyta el az országot, és egy egész nemzet önálló akaratának elfolytását hozta. A mi felelősségünk az, hogy az utánunk születetteknek adjunk olyan iránymutatást, mely érthetővé teszi a nemzet sorsát, megmutatja a bűnöket, erősíti az összetartozás tudatát, és történelmi tanulságokkal is szolgál, fogalmazott a koszorúzás után az alpolgármester. Ez egy hosszú történet, mert igazából 1945 után indul el, akkor, amikor Szovjetunió szabadította fel, úgymond az országunkat, meg egész Közép-Európát, ugye egészen Bécsig és Berlin vonalig. És igazából, hogy a kommunista 48-49-es hatalomátvétel után indul egy olyan mozgalom azért a mélyben, amely Nagy Imre személyében ölt testet 53-ban és 53 után. Az a baj, a szerencsétlensége a magyar forradalomnak, hogy közben van egy nemzetközi egyezmény, ami 1955-ig Bécs és Berlin elfoglalt területeinek az ellenőrzését az oroszokra hagyta. Az oroszok 1955-ben kezdik meg a csapat kivonást, és 56 év végére, október közepére Magyarország területét már majdnem teljesen elhagyták az utolsó harcoló szovjet alakulatok is, és ekkor indul igazából, ugye, mint tudjuk, a magyar forradalom, amiből majd szabadságharc lesz. Nyilván itt nagyon sok politikusnak, ugye Nagy Imrének, Maléter Pálnak, és nagyon sok olyan magánembernek van ebben nagyon fontos szerepe, mint itt Nyíregyházán is többeknek, akiket ugye ki is végeztek, és akikre emlékezünk, akik viszik a forradalomnak a hírét. Az, hogy a hatalom ezt erőszakkal reagálja le, az benne szokott lenni azért a történelemnek a kártyái között, és a halottak sajnos, akik akkor meghaltak, áldozatai voltak ennek a kornak. Nyilvánvalóan el kellett telnie egy 40 évnek, amíg az igazságot helyre tudta tenni maga a történelem, de hát ugye a történelem csak ismétli önmagát, hanem képes arra, hogy igazságot is tegyen. A Nagy Imre dombormű után a börtönnél folytatódott az emlékezés, ahol 56 mártírjait tartották fogva és végezték ki. Szilágyi László, Dandos Gyula, Bán István dr. Babisz Béla és Rácz István emléktáblájánál hajtottak fejet az emlékezők. Délután az északi temetőben az 56-os mártírok sírhelyénél és az 56-os kopjafánál helyezték el az emlékezés koszorúit.
Az emlékezők megidézték az úgynevezett Zöld Irodaház vörös csillagját, a Kossuth Gimnázium forradalmi szerepét, és szóltak a Damjanics laktanyánál eldőrrend sortűzről is, melynek szerencsére nem volt halálos áldozata. Az egész napos koszorúzás sorozatot követően a Hősök terére invitálta az önkormányzat a nyíregyháziakat az 56-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésre. Az 1956-os emlékműnél a városi vezetők, a nyíregyházi forradalmi események mártírjainak hozzátartozói, valamint pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Emlékbeszédet Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere mondott. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, akkoriban az ország minden részén utcára vonultak az emberek, 3 nap múlva már Nyíregyházán is voltak megmozdulások. Leverték a Hősök terén lévő épület tetejéről a vörös csillagot, majd ledöntötték a kozák lovas szobrot, elzavarták a tanácselnököt, és a Városháza erkélyéről mondtak beszédeket. A munkásság, az értelmiség, a fiatalság is magáénak érezte az egyetemisták követeléseit, sőt a nyíregyházi középiskolások, akik jelentős szerepet játszottak az eseményekben, Dandós Gyula vezetésével 21 pontos kiáltványt fogalmaztak meg. Október végére már a forradalmároké volt az ország irányítása, ami nem valósulhatott volna meg a tömegek és főként a diákság támogatása nélkül, akik vállalva a veszélyt kiálltak a szabadság mellett. Ezért a bátorságért sajnos sokan később az életükkel fizettek, a nyíregyházi forradalmi vezetők közül is. A polgármester hozzátette, a mai napon valamennyiük előtt fejet hajtottunk és elhelyeztük emléktábláiknál, sírhelyeiknél az emlékezés virágait. A kommunisták a szovjetek segítségével leverték és vérbe folytották a magyarok szabadságharcát, de a szabadság 2 hete megmutatta a nemzet erejét, hogy mire képes, ha a függetlenség visszaszerzése a tét. A szovjet katonai beavatkozás és az elmaradt nemzetközi segítség miatt a harc végül elbukott, de mindig emlékezni fogunk rá. Elmondjuk a gyermekeinknek és az unokáinknak, miért nyomorította meg az embereket a kommunista diktatúra, és hogy miért voltak hősök az 56-os fiatalok. Azt is elmondjuk, mit jelentett a forradalom leverését követő megtorlás, hogy mi volt az az AVH, hogy mi történt Nyíregyházán a Sóstő út 4 szám alatti ház pincéjében, és mire kellett felkészülni, ha valakinek a háza előtt megállt egy bizonyos fekete autó. Elmondjuk, mit tettek a pufajkás brigádok, s hogy miért volt évtizedekig ismét csend Magyarországon. Emlékeznünk kell, és el kell mondanunk, mert sajnos egyre kevesebben lehetnek velünk a szemtanúk közül. Megújul és egységessé válik a tanárképzés országszerte, a jövő tanévtől 5 esztendős gyakorlatorientált képzésben vesznek részt a hallgatók. A Nyíregyházi Egyetem tanárszakosai havi 50 ezer forintos ösztöndíjjal is számolhatnak 10 hónapon át, s minden az intézménybe beiratkozó laptopot kap. Mindezt az augusztus 1-től megtörtént modellváltás és alapítványi finanszírozás teszi lehetővé, mely eddig nem látott mértékű pénzügyi hátteret biztosít, hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón. Kiemelt stratégiai cél a tanárképzés megújítása és megerősítése az egyetemen. Ezt jelentette ki az intézmény rektora. Vasné dr. Figula Erika hozzátette, a középiskolások körében a beiskolázási kampányukat már ennek szellemében végzik minden lehetséges felületen, beleértve a közösségi médiát és a podcastokat is. Ehhez jön hívogatóként a pénzügyi könnyítés. 2022. szeptemberétől azok a hallgatók, akik osztatlan tanársakosak és nappal is hallgatók, azok 10 hónapon át 50 ezer forint ösztöndíjat kapnak, de természetesen nem csak a tanárszakos hallgatókat támogatjuk, hanem akik hozzánk jelentkeznek és beiratkoznak, minden első éves nappal is hallgató laptopot fog kapni a tanulmányai elkezdéséhez. Az egyetem földrajzilag is terjeszkedik, hogy a tudást helybe vigyék. Közösségi felsőoktatási képzéseket terveznek indítani Mátészalkán és Kisvárdán. Az együttműködési megállapodások megszülettek a csecsemőgondozó és a gépészmérnöki, valamint az edző, sportszervező, továbbá gazdálkodás menedzsment alapszakokra. Mint ismert, augusztus 1-től alapítványi formában működik az egyetem, melynek kancellárja elmondta, eddig nem látott mértékű finanszírozásra van lehetőség a modellváltás eredményeként.
eredményeként. Szeptember 28-án a fenntartó és tulajdonosi jogot gyakorló Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium aláírta a keretmegállapodást és a közfeladatfinanszírozási szerződést. A keretmegállapodás rendelkezik egy, mondhatom, történelmi jelentőség. Az egyetem életében eddig még ilyen nagy forrást nem látott, nettó 10 milliárd 300 millió forint fejlesztési forrás biztosításáról. Természetesen ez 26 decemberig, 31-ig felhasználva, feldolgozva, élve ezzel a lehetőséggel. A közfeladat finanszírozási szerződés pedig szintén 22. január 1-től 26. december 31-ig lebontja azt a többletfinanszírozást, ami jelentős mértékű növekedést jelent a korábbi évek finanszírozásához képest, amiből eddig a Nyíregyházi Egyetemnek gazdálkodni kellett. Az új finanszírozás már ezt a fél évet is érinti, a többletet pedig bizonyos indikátorok teljesítése esetén hívhatja le az intézmény. A vagyona is bővült az egyetemnek, valamennyi eddig a kezelésükben lévő ingatlan a tulajdonokba került. Ami az úgynevezett PPP konstrukciókat illeti, tárgyalások zajlanak a jóval korábban kötött előnytelen szerződések kiváltásáról a Sandra Hotel és a Campus Kollégium esetében is, de a finanszírozást megkapják rá. A tanárképzést pedig a minőségi felsőoktatás jegyében fejlesztik, melyben hangsúlyt kap a digitalizáció és például az egyedülálló LEGO módszertan kötelező bevezetése. A nagy hagyományokkal rendelkező tanárképzés egységes, 5 éves lesz és gyakorlatorientáltá válik a jövő tanévtől, hiszen már az első fél évtől kezdve pályaismereti gyakorlatokon vesznek részt a hallgatók. Minden hallgató 5 év alatt fogja megszerezni azt a tanárszakos diplomát, amivel mind az alapfokú, mind a középfokú oktatásban fog tudni munkát vállalni, egységes diplomát fognak kapni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez az új diploma, ez egy gyakorlatorientáltabb képzés után fog a hallgatókhoz kerülni, tehát maga az 5 éves képzés sokkal gyakorlatorientáltabb lesz, mint a jelenlegi képzés. Ezt még lehet fokozni. Ha valaki a pályán dolgozva megszerzi ezen diploma után a pedagógus 1 minősítést, jelentkezhet 1+2 fél éves levelező képzésre, amivel majd emelt szinten is érettségiztethet. Egyelőre azonban még az a fontos, hogy tanárnak jelentkezzenek, amit elősegíthet az úgynevezett Z-szak beindítása, a Z-generációnak, zöldeknek. Ez a természettudomány környezettan önálló, mással nem párosítható szakpár, melyel felső tagozatban és 9-10. Osztályban taníthatnak majd. A célja ennek a szaknak az, hogy a természetet, a környezetet közelebb vigyük a gyerekekhez. Ne úgy gondoljon a kémiára és a fizikára, hogy én azzal biztos nem fogok tovább tanulni, hanem pont az a célja a szaknak, hogy olyan ismereteket közöljünk, és úgy közöljünk Z-generációs módszerekkel, amivel ő majd kémiából és fizikából is szívesen fog emelt szintű érettségét tenni, és műszaki, mérnöki, természettudományos pályákra, orvos, biológus, mindenféle pályára fog ezzel az érettségi tantárgyal A Z-generációs módszerek része lesz a digitális platformok használata, ami a szabadság érzését kelti oktatókban, tanulókban egyaránt. Olyanokat várnak erre a szakra, akik kedvelik az elektronikai eszközöket és a természetet egyaránt. És természetesen mindenkit a Nyíregyházi Egyetemre, aki szeretne a megújult tanárképzésben egy használható diplomát szerezni. 53 új autóbusz érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei flottába. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Ráfutásos baleset történt a Korányi-Frigyes úton, egy haszonjármű belement egy külföldi rendszámú autóba. Nem magyar rendszámú autó esetében mindig értesíteni kell a rendőrséget, attól függetlenül, hogy ki a hibás. Elütöttek egy kerékpárost péntek reggel a kijelölt bicikli úton az Egyház utcánál. Az autó átment a kerékpár első kerekén. A biciklist megvizsgálták a helyszínen, de nem kellett kórházba szállítani. Ismét lobognak a nemzeti színű zászlók a város több pontján október 23-a alkalmából. A rally idejére a verseny útvonalának 21 helyszínén tette ki ideiglenes várakozást, illetve megállást tiltó kreszttáblákat. Friss beton borult több helyszínen is az útra, a Kert utcán, a László utcán, valamint a körúton minden egyes lámpás csomópontnál. Tájékoztatják az olvasókat, hogy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kertvárosi sóstóhegyi nyírszőlősi, valamint orosi fiúk könyvtára 2021. október 25-től november 1-ig az őszi szünet ideje alatt zárva tart. Megújul az örökösföldi fiúk könyvtár, így október 25-től a munkák ideje alatt így sem fogadnak olvasókat. A könyvek visszavétele a fiúk könyvtár újranyitása után lehetséges,
A kikölcsönzött dokumentumokért késedelmi díjat nem számítanak fel. 53 új busz érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei flottába. A beruházás a Nyíregyháza és agglomerációjában élők kényelmét is szolgálja a jövőben. A jelentős nagyságrendű új beszerzéssel a megyei állomány több mint 14%-át cseréli le a volánbusz korszerű, klimatizált, környezetkímélő járművekre. Az állomány átlag életkora így 12 évre csökkent. Kényelmes ülések, légkondicionált utastér, USB töltőpontok, kamerarendszer és fedélzeti elektronikus utastájékoztató. Ilyen felszereltségűek az új buszok, amiket ezen túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek használhatnak. Alacsony padlós magyar gyártású járművek érkeztek több ütemben a térségbe, illetve normál padlós nagyobb csomagterű buszok is kerültek a flottába, utóbbiakat a nagyobb távolságú utazásokhoz használják. Nyíregyházán az elmúlt években rengeteget javult a közösségi közlekedés, a járművek és a menetrend szempontjából is, de a megyei flotta fiatalitása is kedvez a településen élőknek. Jelentős az esemény is Nyíregyháza szempontjából is, bár elsőre talán furcsán hangzik, ugye mert itt helyközi közlekedésben lesznek ezek a nagyon-nagyon modern, új, környezetkímélő buszok, de hát ez Nyíregyházát és Nyíregyháza agglomerációját is jelentősen érinti, és teljes mértékben találkozik azzal a már több éve elindított városvezetési programmal, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése nyíregyháziak, de itt mondhatom, hogy nem csak az itt lakók, az itt tanulók, az idejáró dolgozók érdekében is a buszközlekedést fejlesszük, modernizáljuk, de úgy is, hogy az a környezet kimélőbb modern megoldásokat jelentsen egyben. Nagy előrelépés volt ebben a tekintetben, amikor több évvel ezelőtt 41 darab CNG buszt üzembe helyeztek a városban. A Volánbusz ZRT több mint 20 milliárd forintért vásárolt 204 darab új járművet. Ezek több ütemben augusztus végéig érkeztek meg a társaság kötelékébe. Ebből az elmúlt hetekben 7 darab érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, valamint két másik fajta jármű is bekerült a flottába, összesen 46 darab, így az elmúlt hetekben 53 új járművet helyeztek üzembe a térségben. A folyamatos beszerzések eredménye, hogy a megyei állomány 14%-át tudta lecserélni korszerű buszokra a társaság, ezzel az átlag életkoruk pedig 14-ről 12 évre csökkent. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a kiszámítható, gyors és kényelmes tömegközlekedés pozitív hatással van az emberek életére és mindennapjaikra is. Nem csupán a kényelemről van ilyenkor szó, hanem a gazdaságosságról és természetesen a környezetvédelemről is, amely nagyon-nagyon fontos területünk. Hiszen ezek a korszerű új járművek már olyan környezet kímélő motorral és üzemeltetéssel működnek, amely minden határos és minden hatályos Európai Uniós követelményeknek megfelelnek, amely mára-már szinte elengedhetetlen, hiszen mindannyiunk jövője múlik azon, hogy fokozatosan átálljunk olyan technikákra, amelyek fenntarthatóak és hosszú távon is kímélik környezetünket, városainkat, és ezáltal természetesen az egész nemzetünket. Ezek nem csupán uniós követelmények, a jövő generációjának is jogos elvárása, amit nekünk kell teljesítenünk, tette hozzá Nyíregyháza országgyűlési képviselője. Egy csuklós autóbuszon 106 utas tud egy időben utazni, ők akár 106 külön autóval is járhatnának. A környezetvédelem egyik egyszerű, de mégis fontos lépése, ha egyre többen választják a közösségi közlekedést, így mentesíthetjük a még több széndioxid kibocsátástól a földünket. A Volánbusz az utasok kényelme érdekében folyamatosan fejleszti flottáját, illetve komoly céljaik is vannak a 2022-es évre. Az autóbusz megújítási program azonban nem áll meg az 1700 darabos számnál. A jövő évben további 1000 darab új autóbusz beszerzését fogjuk megkezdeni, illetve 1000 darab új autóbusz forgalomba is fogunk állítani. Mindezt annak érdekében, hogy a Volánbusz országos, európai viszonylatban is egyedülálló 6200 darabos flottájának közel egyharmada megújuljon. Az a célunk, hogy a jövő évre 8 év környékére csökkenjen az autóbuszaink átlag életkora, ezáltal európai szinten is egyedülálló és kedvező átlag életkort hozzunk az utasainknak.
Évente 17 millió utas fordul meg a Volánbusz helyközi járatain Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A folyamatos fejlesztések célja, hogy a közösségi közlekedést minél gyakrabban használják a térségben is. A sajtótájékoztató megköszönték annak a több mint 10 000 sofőrnek a munkáját, akik az elmúlt másfél évben, a koronavírus idején is dolgoztak, segítették az utasok eljutását munkahelyeikre, ezzel is elősegítve a magyar gazdaság működését. A hétvégén rendezik a második Szokka jótékonysági focitornát. 20 csapat nevezett, a bevételt pedig a Beteg Gyermekekért Alapítvány kapja. A találkozókat Műfűvön tartják. Egy éve nagy sikere volt, így október 23-án immár második alkalommal rendezik meg a Szokka jótékonysági focitornát. 20 csapat nevezett az eseményre, a jelentkezési díjakból befolyó összeget pedig a szervezők felajánlották a Beteg Gyermekekért Alapítványnak. A Szokka bajnokság tavaly indult, és hétfőnként rendezik a meccseket. Nagyobb a pálya és a kapu mérete is. Egyre jobb az érdeklődés, azt viszont látom, hogy azért már 30-40 ember nézi hétfőnként a mérkőzéseinket. Bajnokság folyik, elég küzdelmes mérkőzések vannak, tehát ilyen van, amikor ilyen egy gólok döntenek, de nagyon színvonalas, tehát én úgy gondolom, hogy ez a 45-25, ez az 5-5 méter, ez óriási dolog. Az alapítvány az elmúlt években számos olyan eszközt vásárolt, mely a gyerekek gyógyulását segíti. Most egy 30 millió forintos szívultrahanggépre gyűjtenek. A vételár fele már megvan, és bíznak abban, hogy a segítségeknek köszönhetően rövidesen megvehetik a berendezést. A tavalyi évben kapott összegből is eszközöket vásároltak. Nagyon sok eszköz kell, a orvostechnológia hónapról hónapra fejlődik, a műszerek elavulnak, és újak beszerzése szükséges, és ezt támogatja főleg a Beteg Gyermekekért Alapítvány a tavalyi évben, helyesebben ebben az évben, amiben benne van a tavalyi kispályás labdarúgó torna támogatása is, egy speciális lélegeztetőkészüléket és egy gyermekek gyomor és béltükrözéséhez szükséges rendszert tudtunk vásárolni. Ezeknek az értéke, ez körülbelül olyan 13 millió forint értékű. A jótékonysági tornára a fővárosból és Borsod megyéből is érkeznek csapatok. A szombati esemény 10 órakor kezdődik, és várhatóan 17 óráig tart a Városi Stadion műfüves pályáján. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Pénteken az 1956-os októberi eseményekre emlékeztek és tisztelegtek a hősök, mártírok előtt, a Nyíregyházi Önkormányzat tisztségviselői, intézmények munkatársai és nyíregyházi diákok. Hagyományosan körbejárták az 56-os nyíregyházi események helyszíneit, ahol emléktábla vagy emlékmű áll, és a 65. évfordulón is arra figyelmeztették az utókort, hogy soha máskor ne engedjen a zsarnokságnak. Megújul és egységessé válik a tanárképzés országszerte, a jövő tanévtől 5 esztendős gyakorlatorientált képzésben vesznek részt a hallgatók. A Nyíregyházi Egyetem tanárszakosai havi 50 ezer forintos ösztöndíjjal is számolhatnak 10 hónapon át, s minden az intézménybe beiratkozó laptopot is kap. 53 új busz érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei flottába, a beruházás a Nyíregyháza és agglomerációjában élők kényelmét is szolgálja a jövőben. A jelentős nagyságrendű új beszerzéssel a megyei állomány több mint 14%-át cseréli le a Volánbusz korszerű, klimatizált, környezetkímélő járművekre. Az állomány átlag életkora így 12 évre csökkent. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!